Az első osztályú bajnokság két kifejezetten erős csapata, a Budapest Cowboys és a Budapest Wolves mérték össze erejüket és tudásukat a hétvégi bajnoki mérkőzésen a Tihilai Sportcentrumban. A szokásosnál is nagyobb volt a küzdelem, hiszen a tét a Hungarian Football League, vagyis a magyar-amerikai futballbajnokságban való továbbjutás volt. A Farkasok a legnagyobb riválisaink, és nagyon kérezett mérkőzés. Most jön a második fél idő, oda kell tenni magunkat, mert centimétereken múlhatna a siker vagy a bukás. A Cowboys eddig kétszeres magyar bajnok, első osztályú amerikai futballcsapat, heti két edzését is itt, a kispesti Tihilai Sportcentrum műfüves pályáján tartja, de ez alkalommal a Farkasok számítottak a hazai csapatnak. Ez az a mérkőzés, ami most kifejezetten izgalmas, mert aki ma hibázik, az ellenfél, hogyha kikap, akkor biztos, hogy kiesnek. Amennyiben mi kikapunk, abban az esetben pedig nagyon nehéz helyzetbe kerülünk. Ugyan van lehetőségünk javítani a győr ellen, de igazán nehéz helyzetre kerülne, úgyhogy ma nem kérdés, a győzelem az, ami megengedhető a részünkről. És hol tart most a mérkőzés, hogyan értékeled? Fél időben vagyunk, egy ponttal vezetünk, ami igazán szoros, rengeteg a hiba, én azt látom. A védelmünk azt gondolom, hogy a múlt héthez képest igencsak összeállt, és felszívta magát. A támadósor is jobban teljesít, de mindenképpen fejlődni kell, és a következő fél időt meg oda tenni igazán, hogy mi jöjjünk ki győztesen a mérkőzés végére. Milyen nehezebb a védekezés, szerinted, vagy a támadás? Hát ez szituáció függő. Most nekünk picit úgy tűnik, hogy a támadás nehezebb, mert a Farkasnak nagyon, nagyon erős a védelme. Mindkettő nagyon nehéz, azt kell, hogy mondjam. A pályán kívül mennyire vagytok barátok vagy ellenségei egymásoknak? Az idősebb játékosaink jól ismerik a HFL többi részvevőjét, mert válogatott edzőtáborokból, vagy ilyen összetartásokból. Én így 20 évesen még annyira nem ismerem őket, de biztos, hogy ők is rendes gyerekek, jó srácok. Az amerikai futball egyre népszerűbb itthon is. A 45 fős magyar válogatott egyharmadát a Budapest Cowboys legénysége teszi ki. A csapatok 11 fővel játszanak egymás ellen, számít az ügyesség, a gyorsaság, az erő, a bátorság, de épp ennyire fontos a jó logikai, taktikai készség is. Ami azonban a legfontosabb, az a csapatszellem, a játékosok közötti összhang. Hiszen valamennyi akció azzal kezdődik, hogy az irányító bemond egy számot, ami egy bizonyos kombinációt jelent. Hány felállás van a fejedben? Hát egy pár tucat biztos. 15-20 mondjuk, meg ugye alkalmazkodnunk kell, hogy az ellenfél mit csinál, és azt szerint kell csúsznunk, tolódnunk, úgy kell reagálnunk, a védelem az reagál, és utána tud csak támadni, és minden kombinációra, minden felállásra külön-külön kell nekünk is igazodnunk, és ez adja meg a savát borsát az egésznek. Ilyenkor, amikor szünetben az edző elviszi a csapatot, mi minden hangozhat még el, hiszen olyan, mintha már mindenki tudná a feladatát? Hát mindig ugye úgy készülünk, hogy mindenki tud mindent, aztán ugye a meccsen sajnos kiderül, hogy nem, vagy az ellenfél jobban csinálja, ilyenkor általában ezeket a hibákat javítjuk ki, amellett még lelkesítés szokott fogni, ugye ha mondjuk vesztésre állunk, akkor egy kicsit ilyen buzdító beszéd, ha esetleg egy-két ponttal vezetünk, akkor is, tehát hogy tényleg ugye ezt a tüzet, ami mondjuk a fél idő előtt megvan, ezt fönntartsuk, és ugye magát a fókuszt, az összpontosítást is, hogy fönnmaradjon a játékosokban. Mekkora az összetartás a csapatban, a Cowboys-ben? Én azt mondom, hogy nagyon nagy. Nyilván ugye megvan egy szoros mag, egy olyan 10-15 srác, de azon kívül ugye tehát mindenki szereti egymást, nyilván ezek csipkelődések azért megvannak, védők között, védők támadók között, edzésen is, edzésen kívül is, de egyébként szerintem az egyik legösszetartóbb, ha nem a legösszetartóbb csapat. Az edzésekre a családias hangulat jellemző, a keményebb csatákat a játékosok a versenyre tartogatják. Azt mondják, hogy ami a pályán történik, az ott is marad. Hogyan szerezted a sérülésedet? Edzésen egy non-kontakt sérülés, ahilles szakadásom van sajnos, úgyhogy hát edzésen, igen. Mennyire gyakori az edzések során, vagy a meccseken a lesérülés? Hát alapvetően ugye a sportból fakadóan mondhatni, hogy sűrű. Most szerintem az idei szezonban érezhető, hogy azért tavaly előtt ugye a Covid miatti szezonok ugye kimaradtak, illetve tavaly vissza is léptünk, úgyhogy én mondjuk ennek a számlájára írnám. Egyébként sajnos, mint bármelyik sportban, bármikor megtörténhet. A játékban mindenki más szerepet játszik, másképpen a karakterének, a habitusának megfelelő stratégiát folytat. Nem számít a testalkat, a kondíció kialakul,
A figurákat, az összetett kombinációkat azonban mindenkinek pontosan ismernie kell. Hogy áll össze ez a csapat, ami itt most együtt látható? Ugye ez a csapat nem rendelkezik importjátékossal, tehát külföldi játékossal, magyar játékosokra építünk. Ebben, ahogy te is említetted, ugye a válogatott egy jelentős része, főleg a védelmi oldalról található meg, de támadó oldalról is vannak olyan kiemelkedő játékosaink, akik ugye akár a válogatott kapujában vannak, vagy már válogatott játékosok, úgyhogy ebből a vegyes felvágottból áll össze a Budapest Cowboys jelenlegi első kerete. A csapat idei névadó szponzora a Football Armory. Ezt a meccset a Farkasok nyerték, de a Football Armory Budapest Cowboysnek hátra van még a bajnokság sorsdöntő mérkőzése, amely eldönti, tovább jutnak-e a rájátszásba. Az utánpótlásról folyamatosan gondoskodnak. Az egyesület soron következő toborzója június 6-án lesz a Tihi Lajos Sportcentrumban. Az alsó korhatára 10 év.